neked, hiszek el mindent neked én. Ígértem, hogy nem hívlak, ígérted, hogy nem hívsz már. Beszéltük, hogy letiltasz, még hányszor mondjam, hogy nem izgatsz. Kértem, hogy hagyjál, kértem, hogy menj el. A színes zsepidet tedd el, a kis ujjam, kérted, a kezemet téped. Ne zavarj, valami Amerikát nézek. Miért hiszek el mindent neked én? Miért tudod, hogy mindig van esély? Miért bízok benned megint én? Miért tudom? Mindenre ráveszel a halott pénz legújabb klipjéből hallhattunk egy részletet, mi pedig Marsalkó Dávidot igyekeztünk rávenni arra, hogy beszélgessen egy kicsit velünk. Ez összejött, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél, Dávid. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz annyira. Köszönöm szépen, jó estét, sziasztok. Hogy néz ki, amikor megkeresnek egy film kapcsán, hogy megkapjátok a forgatókönyvet, vagy kaptok valami kis ízelítőt, hogy inspirálódjatok? Fú, hát hogy általában hogy néz ki, azt nem tudom, hiszen az volt az első ilyen kvázi felkérés, hogy azt el tudom mondani, hogy most hogy volt. Nagyon egyszerűen történt, tavaly volt a megkeresés, tavaly ilyen tavasz-nyár meccéspontján valahol volt egy ilyen megkeresés, Herendi Gábor keresett meg minket, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy új betétdalt, és nekem eléggé tetszett az ötlet, az igazság, hogy így kb. Egyből igent mondtunk. Ami biztos volt, az, hogy akkor ugye még forgatták a filmet, szóval ez év végén főleg ilyen október-novemberre realizálódott az egész történet, mert mondtuk, hogy nyáron ugye állandóan fesztiválok vannak, nagyon sokat utaztunk, nem annyira fért bele, hogy akkor összeálljon a dal, de formálódott, de ősszel állt össze, hogy igazán a szám, és ami volt az, hogy elmentem egy forgatásra, vagy elmentük például a Márka is, el voltunk egy nyári forgatáson, ami benne is van a klipbe. Gábor mutatott egy kávé első 15 percet a filmből. De kértetek, vagy kértek ők tőletek valamit konkrétan, hogy milyen hangulat legyen, vagy mi nem, legyen, mert a dalszöveg nem, zeneileg valami? Az igazság, hogy túl tökfejű vagyok ahhoz, hogy bármi ilyen jellegű irányított dalszerzésben részt tudnék venni. Ez csak úgy működött, és úgy is működhetett, hogy teljesen szabad kezet kaptunk. Tehát hál' Istennek a bizalom megvolt az irányunkban. Gáborék mondták, hogy szerintük jó lesz. Meg mondtuk, hogy remélem el is készül. Úgyhogy tényleg vártuk, hogy jön össze. És az igazság, hogy próbáltam inspirálódni eleve ugye az eddigi filmekből, mármint a hangulatából a lazaságát próbáltam elkapni, a vagányságát az egész filmnek, illetve hát láttam az első 15 percet, abból próbáltam egy ilyen hangulatot így elcsípni, és ezért volt például szükségünk a Zolira, Kővári Zolira, aki... Na igen, ő milyen szerepet játszott? Ő gitáros, egyébként gitáros énekes. Igen, csak hogy konkrétan ebben a dalma. Az énekes gitárosa. Igen, és akkor már többször együtt dolgoztunk, és a Zolit ugye áthívtam hozzám a kis home stúdiómba, és ott elkezdtünk gyakorlatilag ötletelni együtt, és gyakorlatilag ugye a dalban hallható gitártémák az a Zolitól jönnek a dalba, és abszolút így szerettem volna egy olyan feelinget belevinni ebbe az egész történetbe, amit a Zoli nagyon-nagyon érez, és a csípőjében van, ezt az ilyen nagyon laza, nagyon izét, nagyon kis arcba mászós ilyen rock and roll feelinget, úgyhogy ezt próbáltam beleintegrálni egy kicsit ismét így a halott pénzvilágba, hiszen már nem először dolgozunk együtt a Zolival. Hogyha egyébként bármilyen filmnek szerezhetni a zenét, mert ez volt az első alkalom, mint ahogy említetted, én óriási filmrajongó vagyok, tehát hogyha én zenész lennék, mint hogy nem vagyok, akkor biztos, hogy egy nagy álmom lenne, hogy valami olyan filmnek, mondjuk egy gangster filmnek, egy nagymenőknek mondjuk a zenét szerezem. Neked van valami ilyesmi álmod? Már nem feltétlenül a nagymenők, csak hogy... Fú, én alapvetően a filmzenéket, vagy a filmzene, mint ilyen területet így a zeneiparon belül, én azt nagyon-nagyon kedvelem, és nagyon-nagyon izgalmas dolognak tartom. Úgyhogy én már várom azt a pillanatot, amikor a moziba így felcsendül a szám, és meghallom a saját számunkat így egy moziba, azért az elég király feeling lesz. Olyan, hogy konkrét vágyam a filmre vonatkozóan, olyan azért jelenleg most nem tudnék így mondani, de lenne kedvem adott esetben a jövőben mondjuk filmzenével valamilyen szinten foglalkozni. Érdekel az a fajta filmzene vonal is, amikor már meglévő dalokat válogatnak össze, ha úgy nézzük.
de az is érdekel, hogyha valami ez születik egy dal. Szóval mind a kettőből szerintem van izgalom. Illetve nem feltétlenül dal, hanem mondjuk adott esetben atmoszférák, elképzelések, hangulatok, hangszerelések, bármi. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és egy filmnek szerintem a sikerében azért nagy szerepet tud játszani az, hogy milyen a zenéje. Főleg, hogyha a moziban nézzük. És erre még bőven van idő, hogy akkor esetleg erre a területre is egy kicsit majd átvezetek a későbbiekben. Viszont, ami még a nagyon korai jövőhöz tartozik, április, aréna, nagy koncert. Hát gondolom, azt nagyon várjátok, de nem csak ti, hanem a rajongók is. Hát ott azért a jó nagy bulit kell csinálni, hogy az nagyot szóljon. Persze tudom, hogy ilyenkor nem szeretnek beszélni a zenészek arról, hogy milyen show elemekkel készülnek, de esetleg mondjuk vendégfellépők ügyében, de hogyha van benned valami olyasmi, ami mondjuk a látványhoz kapcsolódik, vagy a zeneiséghez, azt is nagyon szívesen veszük. Fú, hát így a látvány, meg az ilyen jellegű show elemekről nyilván azért se akarnék annyira sok mindent elárulni, mert tehát konkrét részleteket, mert akkor előném a poént sok esetben. Viszont azt mindenképp mondhatom is, hogy ugye ez esetben ugye nekünk nem csak budapesti arénáról van szó, hanem egy ilyen kis aréna turnéról van szó, hiszen megyünk előtte Győrbe, az arénába, illetve Debrecenbe, a Főnix csarnokba. Tehát ez a kis hármas aréna turné vár ránk itt tavasszal. És hogyha a részletekben nem is mennék bele, de nagyon-nagyon azon dolgozunk, hogy a Halott Pénz élő show egy új szintre lépjen mindenképpen. És alapvetően ez a cél, ez a kihívás és ez a feladatunk, hogy mondjuk fogjuk azt, hogy eddig milyen volt a Halott Pénz koncert élmény, milyen volt a Halott Pénz koncert, vagy milyen volt a Halott Pénz show, azt nevezhetjük mondjuk Halott Pénz 2.0-nak, akkor legyen ez mondjuk a Halott Pénz 3.0. Na hát akkor erre nagyon kíváncsiak vagyunk, Dávid, hogy fog kinézni a Halott Pénz 3.0. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást.